sem nyugodni se hát. Mindennél forróbb már a vágy, már úgy szeretnék hazamenni, boldog békében megpihenni. Magyarország számára az elvesztett első világháború tragikus következményekkel járt. Területének megszállása és a kialakult gazdasági válság elhúzódó belpolitikai káoszt okozott. Az 1918 őszén a kormányra került és demokratikus eszméket követő Károly Mihály sem hozta el a remélt változást. Az 1919. március 20-án átadott Vixi-edzék pedig minden reményt szertefoszlatott. A dokumentum tette nyilvánvalóvá, hogy az ország elveszti területének kétharmadát és lakosságának felét. Károlyi akkor már, mint államfő, inkább lemondott az ország irányításáról. 1919. március 21-én egy szociáldemokratákból és kommunistákból álló kormány vette át a hatalmat, amivel létrejött a világ második proletár diktatúrája, a Magyar Tanácsköztársaság. A 133 napig tartó rendszer 70 éven át csak torz visszaemlékezésekben jelent meg. A Horthy korszakban kizárólag a proletár diktatúra véres és kegyetlen eseményeivel riogattak. A vörös terror visszatérésével való fenyegetés negyed évszázadon át fontos eszköze volt a hatalom megszilárdításának. 1945 és 1989 között a Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulója az állampárt propagandájának egyik legfontosabb emléknapja volt. Minden évben iskolai ünnepségeket, állami koszorúzásokat rendeztek március 21-én. És nem sokszor, de időről időre megszólaltak a még élő utolsó veteránok. Kumbilla kérdezte én tőlem, hogy mennyi idő alatt tudnánk megalakítani a pártot Csárdon, Baranyában. Én azt mondottam, még 5 nap múlva. Hogy azt mondja? Azért, mert már minden elő van készítve, csak Pestről várjuk a kezdeményezést, hogy a kommunista párt korongra lépjen. A következő film célja, hogy elfogultság nélkül dolgozza fel a Tanácsköztársaság történetét és emlékét, ami mára semmivé lett. Szinte semmivé. Nap. A Tanácsköztársaság története. A proletár diktatúra utolsó mementója a fővárosban ez az újpesti szobor, ahol néhány kommunista minden tavasszal fejet hajt a 133 nap emléke előtt. Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm a Népi Front elnökségének tagjait. Ebben a pillanatban a budapesti és a Heves megyei elnökség tagjai koszorúznak itt a Tanácsköztársaság emlékén. Dicsőséges napoknak nevezzük ezt az időszakot. Emelt fővel mondhatjuk, hogy a magyar történelem legcsodálatosabb időszakoknak. Heroikus küzdelem, önfeláldozás és az öntudatra ébredés napjai. Végre emberként nézhetett fel a vörös csillagra a magyar proletár. 1919 tavaszán, különösen az ország nagyvárosaiban általános volt a tanácstalanság. Nem lehetett tudni, ki állítja talpra az országot a vesztes világháború után. Jelentős tömegek vesztették el vagyonukat, a harcok felemésztették a lakosság energiáját. Fáradt, csalódott és dühös volt mindenki, amit csak tetézett az általános élelmiszerhiány. A március 21-én hatalomra került tanácskormánnyal szemben nagyok voltak az elvárások. A szociáldemokraták és kommunisták szövetségéből alakult vezetés új világot vizionált. Minden a népé, hirdették szerte az országban, ami egyben azt jelentette, hogy fokozatosan felszámolták a magántulajdont. Gyári munkásokból igazgatók, igazgatókból az új rendszer ellenségei lettek. A rendre a vörös őrség és a vörös hadsereg felügyelt. A megváltozott társadalmi rendből körön kívül szorultak az egyházak és az arisztokraták. Proletár diktatúra jött létre. A Tanácsköztársaság bázisa az egyrészt a nagyipari munkásság,
Másrészt meg a progresszív vagy baloldali értelmiségiek főleg. Tehát ugye ezt azért tudjuk, hogy a parasztság vagy a paraszti társadalmat nem is igazán sikerült soha maguk mellé állítani, leszámítva talán a föld nélküli cselét sorból származó embereket. Kiterjesztették a társadalombiztosítást a korábbiakhoz mérten az általános választójog, ami egyébként nagyon jellemző módon, annyira internacionalista módon működött náluk, hogy belefoglalták az alkotmányba, hogy más állampolgárai is választhatóak, illetve választhatnak. Tehát ez egy általános választójog, mondhatni túlzottan általános is volt, majdnem, hogy megfoghatatlan. De bevezették a 8 órás munkaidőt, ami egy régi követelés volt. Az államosított nagypolgári világba beköltöztettek korábban szegény sorsú családokat. Azért, hogy az intézkedések híre minél több emberhez eljusson, a propaganda addig kevéssé alkalmazott eszközét, a filmet sokkal gyakrabban és tudatosabban kezdték használni. A filmhíradó tudósításai, vagy ahogy akkor hívták, a vörös riportok, mindenkihez eljuttatták a jó híreket. Talán mulatságosnak tűnik, az élelmiszer hiányt valamilyen módon enyhítendő, de politikai, propagandisztikus, szimbolikus célokból is felszántották a budapesti lóversenytereket. És most úgy gondolták, hogy az úri léhasságnak úgymond ezeket a tereit, mint a budapesti lóversenytereket, felszántják, ott mezőgazdasági kertészeteket rendeznek be, és például salátát termesztenek, ez meg is valósult, és erről is lelkesen beszámoltak ezekkel a filmhíradókkal. A Balatonban fürdő munkás gyerekekről, vagy a szabad május 1-jéről készült felvételek mindenkit meggyőzhettek, a nép vette át a hatalmat. A Tanácsköztársaságot sok művész és értelmiségi is támogatta. Abban bíztak, hogy egy igazságosabb világ jön el. Elvtársozás volt. Aztán voltak ebből mulatságos dolgok, amikor nem tanulták meg még az emberek ezt gyorsan, és volt, hogy elvtárs úrnak szólítottak valakit, úgy gondolván, hogy akkor ez a helyes. Már a 133 nap alatt új történelemtananyagot készítettek, amelyik az egyik pedagógiai lapban jelent meg, hogy majd annak az alapján kell tanítani a történelmet, és az iskolák dekorációi is átalakultak. Nagyon fontos volt az, hogy levetették a királyokat, uralkodókat ábrázoló képeket, és a tudománynak és a művészetnek, a nagyjainak, a képeinek a kitevését tették kötelezővé, és nagyon fontos az, hogy arról született egy rendelet, hogy a tanintézeteket Marxnak és Engelsnek a propagandában kiemelkedően fontosnak tekintett figuráknak a képével ellássák. A propaganda nyelve ismerős lehet. Mindennek pusztulnia kellett, ami a múltat idézte. Csak az volt értékes, amit az új rend teremtett. Az utcákon, a könyvekben és a fejekben. Óriási gipsz szobrokkal rakták tele Budapestet, és különböző ideiglenes emlékművekkel rakták tele Budapestet, miközben letakarták azoknak az emlékműveit, akiket a rendszer szempontjából nem kívánatos történelmi figurákként tartottak számon, egyházi vezetőkét, fejedelmekét, hadvezérekét. A hősök teréről eltűntek a hősök. Helyettük új szobrok néztek le a térre, bár semmi közük nem volt a magyar történelemhez. Azok a figurák, amelyeket ott lehet látni az emlékművön, az Marx két munkás figurával. És nagyon fontos, érdemes megemlíteni azt, hogy ezt gyakorlatilag Árpád szobrának, az Árpád lovas szobor akkor már át, gyakorlatilag a fejére tették, tehát az Árpád szobor fölé építették föl ezt a másik emlékművet. És itt érdemes figyelni arra, ami szintén egy sajátos jelensége volt a diktatúra propagandájának, hogy nagyon határozottan jelezte az elutasítást is. Az új műalkotás külön érdekessége, hogy alkotója ugyanaz a szobrász, mint aki az eredeti emlékművet készítette. Zala György hasonlóan más művészekhez később azzal védekezett, hogy kényszerítették. Kun Béla emlékét idézi ez a gyárudvar is. Itt beszélt a gyári munkásokhoz, és innen Cseperről küldött rádió üzenetet Leninnek, bejelentve a Magyar Tanácsköztársaság megalakulását. A Tanácsköztársaság vezetői kommunista és szociáldemokrata politikusok voltak. Ez a férfi, Kun Béla volt az első számú vezető, annak ellenére, hogy nem volt kormányfői rangban. Róla tudni kell, hogy hadifogságba esett, tehát 1916-ban az Urálban megismerkedett a radikálisabb eszmékkel, és ő, aki szintén szociáldemokratának indult, kommunistává lett. Méghozzá ezen belül is közel állt ahhoz az irányzathoz, amit nagyon sokszor még a Leninék is erősen túlzónak neveztek, olyan értelemben mondom ezt, hogy az azonnali hatalom megragadásáért a cél érdekében bármit. 1918-ban tért haza, álnéven létrehozta a kommunisták magyarországi pártját. Újságcikkeket írt, sztrájkokat szervezett, agitált. Egy 1919. februári tüntetésen kitört lövöldözés és 4 rendőr halála miatt letartóztatták.
Március 20-án a Gyűjtőfokházban keresték meg a hatalomátvétel miatt. Ő volt az, aki a Tanácsköztársaság győzelméről magát Lenint is értesítette. Erről egykori harcostársa beszélt 1979-ben. Lenin mindenek előtt arra kérte Kumbélát, hogy igazolja magát. Mivel, kérdezte Kumbéla izgatottan. Lenin azt felelte, hogy azt közölje velem, hogy mikor utoljára találkoztunk, miről beszélgettünk. Első pillanatban Kumbélának nem jutott eszébe, de aztán fölkiáltott az agrárkérdésről. Lenin nagyon megköszönte Kumb értesítését, és repült világá hírt, hogy győzött a Magyar Tanácsköztársaság. A proletár diktatúra első számú vezetője papíron ez a bajszos férfi volt, Garbai Sándor. A forradalmi kormányzó tanács elnöke eredetileg Kiskunhalason volt kőműves. A szociáldemokrata pártban futott be karriert. Mindenki tudta, hogy a Kumbéla a meghatározó, tehát amikor bárki tárgyalni akart a Tanácsköztársaság vezetésével, akkor nem a Garbai jutott eszébe a Clemenceau-nak vagy a Smácnak, hanem a Kumbéla. Ugye van az a klasszikus vicc, hogy ugye miért Garbai Sándor lett a forradalmi kormányzó tanács formális vezetője, és ugye erre az a válasz, hogy azért, hogy legyen, aki szombaton is aláír. A monarchia bukása után több zsidó származású politikus is bekerült a politikai elitbe. Közülük sokan már korábban áttértek. A radikális baloldaliak többségét, mint hitű kommunistát pedig egyszerűen nem érdekelte se a vallás, se felmenőik hovatartozása. Van egy mozgalom, ahol nem számít a háttér. Se a társadalmi háttér, se a vallási háttér, semmilyen háttér. És ugye ezért sokan ott találták meg a maguk számítását, ha úgy tetszik. És kétségtelen tény, hogy ezért a munkás mozgalomban, pláne a korai időszakban a zsidóság felülreprezentált. Ezekben a hónapokban ennek nem volt jelentősége, később annál inkább. A Tanácsköztársaság kudarca visszatérő eleme volt a 20-as évek antiszemita és uszító szónoklatainak. Valójában a saját identitásukban nincsen zsidó elem. Sokszor nem mondom, tehát nyilván van, akinél van, sokszor nincs. Ugye Lukács György, aki ekkor politikai biztos, mint ifjú kommunista mozgalmár, róla lehet tudni, hogy a szülői házzal szembeni lázadásként választja a radikális baloldali utat. De ez a szülői ház, ez neki nem elsősorban egy hagyományos, tradicionális zsidó kultúra, hanem egy nagypolgári, konzervatív értékeket valló, Andrássy úti villával bíró gazdag család. Tehát számára ez egyfajta szociális indítatású lázadás. Az egykori népbiztosok közül évtizedekkel később egyedül Hevesi Gyula volt szociális termelési népbiztossal rögzítettek interjút. A Kádár korszakban valamelyik kerek évforduló alkalmából. Nagyon kifejező szimbóluma volt a végbe ment óriási forradalmi változásnak, hogy a tőkés anarchia és parazita spekuláció Pellegvárában, a Tösde palotában hoztuk éppen létre a szocialista tergazdaság központját. 1919. április 2-án jelent meg a Tanácsköztársaság alkotmánya. Az alaptörvény első paragrafusa kimondta, hogy a Magyarországi Tanácsköztársaság célja a szocialista termelési és társadalmi rendszer megteremtése. A cél megvalósításának eszköze a dolgozók uralmának biztosítása a kizsákmányolók felett. A közigazgatás legfontosabb szervei a tanácsok voltak, amelyeknek tagjairól április 7-én szavaztak. Voksát minden 18 évesnél idősebb férfi és nő leadhatta. Ma szinte hihetetlennek látszik, hogy mindössze 133 napos létezése alatt milyen messzire jutott ezeknek már az első hetekben lerögzített alapelveknek a gyakorlati megvalósításában is. A föld, a bankok, a gyárak, a házak kisajátításával megsemmisítette a kizsákmányolás minden fajtájának a lehetőségét. Elrendelte a kizsákmányolók lefegyverzését. A Tanácsköztársaságnak voltak úgymond hivatalból ellenségei. Tehát ilyen volt az egyház általában véve. Gondoljunk arra, hogy ugye a Tanácsköztársaság egyik első intézkedése volt, hogy az iskolákban a kötelező imádkozást megszüntették, és általában volt egy egyházellenes fellépés, akkor természetesen minden olyan elem, aki a dualista korban politikai, gazdasági vezető szerepet játszott, ők is ellenségek voltak. Az ellenségnek kikiáltott emberek felkutatásában az új hatalom számíthatott a Magyarországon mindig is jól működő, besúgó feljelentő hálózatra. Gyakorlatilag ez egy háborús törvénykezés volt, statériális
bíráskodást vezettek be, ami azt jelentette, hogy rögtön ítélő törvényszék volt, tehát kimentek a faluba, letettek egy asztalt, meghallgatták a vádlottat, utána meghallgatták, hogy mi történt vele, és azt mondták, hogy bűnös, és akkor elvitték akasztani, és gyakorlatilag helyben felakasztották. A fehér terror alatt is különben bizonyos értelemben ez megy tovább, tehát ez a fajta ugye statáriális rögtön ítélő bíráskodási rendszer, aminek az a lényege, hogy ne húzódjon el az eljárás, azonnal példát lehessen statuálni. Nyilvánosság előtt megfélemlítési célzattal nyilvánnak ez a célja. Nem kellett fegyvert fogni a tanácshatalom ellen, vagy kémkedni. Nem volt szükség államellenes összeesküvésre a vádakhoz. A bűnösséghez elég volt, ha valaki nem szolgáltatta be búzáját. Kommunista szemszögből ez egy ellenforradalmi cselekedet, aki ugye nem adja be a terményét a forradalmi kormányzatnak, az imán ellenforradalmán magyarán ki kell végezni. Tehát ez egy nagyon, nagyon radikális és militáns logika. Azért számítani lehetett mindennapi állam általi terrorra, atrocitásokra, mert bárki a vagyonában, személyében nem volt biztonságban. Ez nem azt jelentette, hogy 5 percenként rárontottak valakire, hanem magát ezt az érzést, hogy pontosan lehetett tudni, hogy jószerivel indoklás nélkül bárkit bármilyen sérelem érhet, és ehhez társult egy másik dolog, ami szerintem az embert végképp kiszolgáltatottá teszi, hogy pontosan tudták, hogy nincs hova fellebezni, nincs kihez fordulni. Tehát ilyen értelemben el lehet mondani, hogy a Tanácsköztársaság, mint minden forradalom útján létrejövő, hirtelen születő ideológia alapú diktatúra, meglehetősen komoly félelmet tudott kelteni. A Tanácsköztársaság terrorja 1989-ig nem volt beszédtéma, de egy-egy közösség életében a megtorlás kitörölhetetlen emlék maradt. Az állampárt képviselői nem örültek neki, de az emberek egymás között azért beszéltek róla. Egy még a Kádár korszakban készült dokumentumfilmben szó esett véres leszámolásokról, persze teljesen más megfogalmazásban. Az a század, amelyiknek én szakaszparancsnoka voltam, a Lenin fiúkhoz került, és itt rögtön iskolára küldtek, egy ilyen katonapolitikai iskolára, amely 14 napos volt, se éjjel, se napon nem volt, tanulni kellett. Majd, amikor ez megtörtént, akkor Kiskunfélegyházára kellett lemenni, ahol rendet kellett teremteni több helyen. És amikor följöttünk, akkor hallottam, hogy meghalt Adi. Egerbe küldtek, ahol ellenforradalom volt. Egerbe levertük az ellenforradalmat, és akkor találkoztam Burányi Dandár politikai megbízottal, aki azt mondta, édesöcsém, nagyon vártalak már, hogy gyere ide. A rendteremtés eszközei ezek a bőrkabátos férfiak voltak. Az úgynevezett Lenin fiúk. A korabeli Vörös Őrségnek volt egy úgynevezett politikai nyomozó részlege, de emellett voltak az úgynevezett Lenin fiúk, akik egy teljesen maguktól szerveződő, maguknak engedelmeskedő társaság volt, ez a Csernyi József-féle alakulat. Azt kell mondanunk, hogy ott is ellenséget láttak, ahol valójában nem is volt. Tehát bármi, amikor a Tanácsköztársaságnak valamilyen intézkedését kritizálni akarták, vagy kritizálták, vagy amikor úgy látták, hogy bárki Tanácsköztársaság ellenes kijelentéseket tesz, akkor tulajdonképpen bármilyen ügyből és okból kiszállhattak ezek az alakulatok. Különösen Budapesten, illetve Budapest környékén, valamint az Alföld Tanácsköztársasági alakulatok által ellenőrzött területén volt súlyos a vörös terror. És lényegében azt kell mondanunk, hogy az áldozatoknak a nagy része az sokkal inkább nem tudta magáévá tenni a Tanácsköztársaságnak a különböző elveit, és ezért lettek hát végül aztán a vörös terror áldozatai. Ők abszolút kontrollálhatatlan és kontroll nélküli emberek voltak, szegény környezetből jöttek, akik azt gondolom, hogy komolyan elhitték azt, hogy most egy forradalmi helyzet van, most a proletariátus átverti a hatalmat, valóban vannak a munkásságnak és a népnek örök ellenségei, ugye arisztokrácia, nagytőkések, a régi rend képviselői, és hogy velük szemben tulajdonképpen bármilyen módszer megengedhető. Ezek a szabad alakulatok több száz embert végeztek ki törvényes eljárás nélkül. A legtöbb gyilkosságot ebben az alföldi községben, Dunapatajon követték el. A vörösök bejöttek Patajra, a Malomré felé. Itt védekezett a patai lakosság ellen, és öregapámat is a vörös katonák agyonlőtték. A Kalocsához közeli település férfi lakossága 1919 nyarán úgy döntött, ellenáll a Budapestről jött utasításnak, és megtagadják a sorozást.
Sokan szolgáltak a fronton, otthon akartak maradni, nagy volt az elmaradásuk a földeken. Azon a területen vagyunk, ahol összehordták a sebesülteket és a halottakat. Bogárdi László nagyapja is kijött a határba, hogy részt vegyen az ellenállásban. A nagynéném még annak idején úgy mondta, hogy a Faragó István bácsi átjött hozzánk, és mondta, hogy Sándor, gyere, mert a vörösök jönnek a Malomré felé. És kijöttek elébük, de többen is, és vissza már nem jöttek, mert az összecsapásba megsebesült, nem tudott elmenekülni, és a vörös katona ott találta mellette a puskáját, és agyonlőtte. A pataiak nem tudták megállítani a vörös katonákat, akik vérontást rendeztek a 6000 lelkes községben. 64 ember gyilkoltak meg. Egyes visszaemlékezések szerint minden mozgó, hatköteles, hatképes férfira válogatás nélkül lőttek, és terelték az embereket össze, és hát ezután kezdődtek a megtorló akciók. Sill Tamás, a helyi múzeum vezetője, a 90-es években hallott először a dunapatai mészárlásról. Természetesen voltak, akik ezt egy kicsit szabadabban vették, és megbeszélték egymás között, de például a gyerekek előtt nem beszéltek róla. Tehát így az öröklődésnek, az áthagyományozódásnak a folyamatát így megakasztották. De mondjuk hivatalos megemlékezés nem volt semmi. Hivatalos megemlékezés egyáltalán nem volt erről. A nagymama nem igazán beszélt róla. Azt a szót, hogy vörösök, évekig nem hallottam a szájából. Talán még azt is mondhatnám, hogy soha. Azt, hogy az apukáját elveszítette, arról hallottam, de történetet ő nem mesélt. Lehet, hogy még nem mert, de ezt igazából nem tudom. Mikor beszélt erről először szabadon? Hát én 80-ban születtem, úgyhogy egy jó pár évig, mint gyerek lehet, hogy azért is nem hallottam róla, de a 90-es évek után hallottam. És mit mondott, mit mesélt? Hát így a vörösökről, hogy a apukáját fölakasztották, és így tönkrement az egész család, mert hát az anyukája meg abba ment tönkre, hogy a gyerekeket nem is tudta nevelni. Járai Henrietta dédnagyapját, Csizmadia Józsefet szintén Samueli Tibor emberei ölték meg. Pár éve tudtam azt összerakni igazából, hogy el volt a testvérénél látogatóba, és amikor ő kísérte ki, vagy hát a testvére kísérte ki, akkor arra mentek a katonák, és mondták neki, hogy menjen el velük a tanácsházára. És nem várták meg, de mondták neki, hogy menjen, mert visszajönnek érte, és baj lesz. És akkor egy fél óra múlva szóltak a rokonoknak, hogy menjenek ki a templom elé, mert baj van. Addigra már föl volt akasztva. Azt, hogy miért, hogy tett vagy mondott-e valamit, nem lehet tudni. Csizmadia Józsefet békés embernek ismerték, a harcokban sem vett részt. Családja máig nem kapott magyarázatot arra, hogy miért végezték ki. A nagymamám akkor 3 éves volt, az öccse meg másfél. És hát olyan mértékben ment tönkre a felesége, hogy nem bírta gondolom földolgozni. Később is ez az életét végig kísérte, úgyhogy a nagymamámnak a ő nagymamája nevelte föl őket, mert a anyukája nem volt rá képes. Terrorista különítményesek Samueli vezetésével itt a református parókia előtt található gesztenyefa sorra akasztottak föl 14 embert. Jó részt mindenféle előzetes kikérdezés, rendes tárgyalás nélkül. Ezeket a gesztenyefákat később kivágatták, hogy ne lássák azt, hogy a hozzátartozóik erre a fára voltak fölakasztva, ugyanis a kivégzések után még le se vehették, hanem a terrorista legények ezek közszemlére fönt hagyták egy-két napon keresztül az áldozatokat. Amikor a kivégzések történtek, a megaláztatásnak egyik formája volt, hogy a nagy tiszteletű úrnak személyesen kellett kivinnie azt a széket, amire az áldozatokat fölállították az akasztáshoz. 1924-ben a vérengzés 5. évfordulóján emlékművet állítottak ott, ahol az áldozatokat egy tömegsírba temették a közös temetőben. Oda, ahová az öngyilkosokat és a Dunából kifogott és azonosíthatatlan vízi hullákat földelték el. Voltak olyanok, akik nem nyugodtak bele abba, hogy tömegsírba kerül a hozzátartozójuk, ezért
ezért vagy kényszerűségből egész egyszerűen ellopták a holttestet, vagy pedig nagy váltságdíjat fizettek azért, hogy az elhunytukat a családi sírhelybe, vagy szokásos egyházi szertartás keretén belül eltemethessék. Az emlékmű ma is ott áll a közös temetőben, rajta az áldozatok nevével. 1994-ben állították helyre, 40 évvel korábban ugyanis lerombolták. 1955-ben párt utasításra szétverették az emlékművet ott a helyszínen, darabjaira verték, mint fasiszta feliratú emlékművet így említették a megmaradt jegyzőkönyvekben, és hát sokáig ott nem lehetett sem megemlékezni, és felverte a gaz az egész temetőt. Párizsban összeült a békekonferencia. A tanácsköztársaságra vélt ellenségeinél sokkal nagyobb veszélyt jelentettek a szomszédos országok és az európai nagyhatalmak. A forradalom szele végig söpört a háborút vesztett országokon. Sehol nem örültek a kommunizmus terjedésének. A magyarországi eseményekkel egy időben Bécsben és Berlinben is felkelés tört ki, de azokat hamar leverték. Budapesten sem maradhatott életben a bolsevik tűzfészek. Akkor, amikor a tanácskormány hatalomra került, és az erről szóló hírek megérkeztek Párizsba, akkor a különböző nagyhatalmak különbözőképpen reagáltak erre a dologra. A franciák azonnal azt szorgalmazták volna, hogy a csehszlovák és a román csapatokat engedjék rá a tanácsköztársaságra, és söpörjék el ezt az új kormányzatot. A britek viszont azt mondták, hogy önmagában az, hogy a tulajdonképpen pacifista és jól kezelhető Károlyi kormányt fölváltotta egy radikálisabb kormányzat, az éppen ennek a nagyon harcias antant politikának volt az eredménye, amit korábban is a franciák forszíroztak, és most nem kéne tovább folytatni ezt az akciót, ezt az erőpolitikát, mert kiszámíthatatlan eredményekhez vezetne, hanem inkább meg kellene próbálni fölvenni a tárgyalásokat, az érintkezést a tanácskormánnyal. A megbeszélések sikertelenek voltak, a franciák álláspontja kerekedett felül. A román csapatok elindultak a Tisza felé. Április 24-én elfoglalták Debrecent, egy nappal később Békéscsabát, a hónap végére a Tisza vonalánál állt a román hadsereg. Az új Magyarországnak volt egy szövetségese, de Szovjet-Oroszország csak ideológiai támogatást tudott adni. A tanácsköztársaságnak magának kellett megszerveznie védelmét. Az egyetlen bevethető, hogy mondjam, katonailag bevethető tömeg, az a szervezett gyári munkásság, ami Budapesten van. Tehát többek között ezért is hajlanak sokan, és egyrészt a hagyományos uralkodó osztályok közül is sokan arra, hogy ugye valamilyen módon a kommunistákat be kell vonni, hiszen azt gondolják, vagy a szociáldemokratákat azt gondolják, hogy ugye rajtuk keresztül lehet mozgósítani a szervezett munkásokat. A gyári munkások tudták, mit jelent a jól szervezettség és a hierarchia. A vörös hadsereg tisztjei pedig tapasztalt katonák voltak. Jó volt az együttműködés, még ha mást is gondoltak a proletár diktatúráról. A hadsereg jól vezetett volt, ugyanis olyan katonatisztek kerültek zömmel parancsnoki állományba, akik az első világháborúban a frontokon szereztek tapasztalatot, sokan közülük végig is harcolták a háborút. Ezek ilyen főhadnagyi, századosi, őrnagyi korban lévő, 30-as éveik környékén lévő katonatisztek voltak, akiknek a túlnyomó része persze nem azonosult a proletár diktatúrának a céljaival, tehát ezek ugye még a monarchia időszakában, vagy a közös hadseregben, vagy a honvédségben voltak katonák, egészen más nevelésen, képzésen estek keresztül, de az ő számukra a honvédelmi szolgálat volt a döntő, tudomásul vették azt, hogy az adott pillanatban a tanácskormány az, amelyik Magyarországot vezeti, amelyik képviseli Magyarországot, és ennek a szolgálatában is hajlandók voltak a honvédelemre. Maga a Stromfeld, aki a hadműveleteket tervezi, vagy vezénylő, eszmeileg, vagy politikai nézeteiben nem igazán tartozik ezek közé, az emberek közé, de ő is ebből a professzionális katonai karból jön. Stromfeld Aurél az egyetlen, akinek nevét ma is több helyen viseli utca, kiemelkedő stratégának bizonyult. Vezérkari főnökként ő irányította az északi hadjáratot, amikor a Vörös Hadsereg visszafoglalta a csehszlovák hadseregtől az ország északkeleti részét.
Stromföldet magát elmarasztalták 1919 után, viszont azoknak a parancsnokoknak a többsége, aki ilyen csapattisztként vett részt a Vörös Hadseregnek a harcaiban, azoknak semmi bántódásuk nem esett, ha csak valami egyéb dolgot el nem követtek, tehát merőben azért, mert valaki fölcsapott vörös katonának és ott parancsnokként működött, ezért nem marasztaltak el senkit, sőt ez a későbbi nagy karriernek sem volt az akadálya. A magyar csapatok visszafoglalták Kassát és Eperjest. Elszakították egymástól a román és a csehszlovák hadsereget. Az ezeret parancsnok kiadta a rendelkezést, hogy reggel étre álljon az ezeret, és bevonulunk Kassára. Egy virágszőnyegen léptelt az egész ezeret. Százezrével voltak a poros utcácskákon a virágok, amelyeken bevonultunk Kassára. A tiszteletünkre a Nemzeti Színház a Bánkban akart előadni. Amikor a függönyöket széthúzták, abban a pillanatban elhangzott a kürtösnek a riadó jele, úgyhogy kénytelenek voltunk kivonulni a nagyon kényelmes zsöjjénkből. A győzelmi mámor nem tartott sokáig. A nagyhatalmak a hadjárat leállítását követelték, cserébe ígéretet tettek arra, hogy visszavonulnak a románok. Kun Béla elfogadta az ajánlatot, de döntésével a tisztikar nem értett egyet. Kun Béla barátom elfogadta Clemenceau-nak a utasítását, hogy vonuljon vissza a demarkációs vonalra, a megállapított demarkációs vonalra. Közöltem a katonáimmal, hogy hát sajnos ez a helyzet, erre puffanást hallottam és egy fejbe lőtte magát. Miután másik is fejbe akarta lőni magát, de megakadályozni, hogy miután nem összeomlott bennük az, hogy a szülőföldjükre visszamehetnek. Én ott hagytam az egészet, csapott papot, és azt mondtam, hogy én nem vagyok hajlandó tovább a hadseregben szolgálni ezek után, hogy egy győztes hadsereget kényszerítenek visszavonulásra, demoralizálódott az egész hadsereg. Kaptam egy táviratot, hogy azonnal jelenjek meg Budapesten a tanácsülésen, ahol bejelentette Kun Béla sírva, hogy a tanácsköztársaság megbukott, és hogy átadják a hatalmat a szociáldemokrata pártnak. A tanácsköztársaság akkor veszti el a támogatást, amikor visszavonulnak a felvidékről. Tehát ez az a pillanat, amikor a tisztikar, akiket elsősorban hazafias motivumok mozgatnak, úgy érzi, hogy hát ez itt passzi, itt most már nem ez a honvédő háború folyik, hanem tényleg akkor gyakorlatilag a bolsevik rendszer védelme. A tanácsköztársaság bukásához az elhibázott politikai döntés mellett hozzájárult, hogy nem szűntek meg a közellátási gondok. Sokakat a terror rettentett el. Egyre többen emelték fel a szavukat az új rendszerrel szemben. Több lázadás, ahogy akkor mondták, ellenforradalom is kitört. A legemlékezetesebb a Katonai Akadémia a Ludovika hallgatóinak felkelése volt, amihez a Dunán járőröző monitorhajók is csatlakoztak. A felkelés nem ért célt, pedig a proletár diktatúra ereje fogyóban volt. A tanácsköztársaság vezetőinek azzal kellett szembenézni, hogy mivel nem tudták megteremteni ezt a vidéki bázisukat, amit mondjuk alapvetően a korabeli Magyarországon mondjuk a parasság jelentett volna, ezért kétséges volt, hogy Budapestet el tudják-e látni egyszerűen élelmiszerrel. Eljön a nap, amikor Moszkva hiába hívja Csepel, mozdulatlan a távírógép, néma a rádióállomás. A viszonyú túlerő és belső árulás leverte a Magyar Tanácsköztársaságot. A bukás legemlékezetesebb pillanatai. Augusztus 4-én román csapatok vonultak be Budapestre. Az, hogy olyan mértékű lesz az összeomlás, hogy Magyarország fővárosában is román csapatok jelenjenek meg, ez azért egészen megdöbbentő volt, és a románok számára pedig hatalmas siker. Tehát nem véletlen, hogy ugye a háborúban vesztes Románia megpróbálta minden módon kiaknázni ezt a katonai sikerét, és hát ma is ugye a román közgondolkodásban az, hogy ők valamikor Budapestet elfoglalták, az egy nagy dicsőséges haditettként van számon tartva. A román megszállás ideje alatt körülbelül 1000 ember vesztette életét. Több helyen alakult ki fegyveres ellenállás, és gyilkoltak le civileket is. A román egységek egészen Győrig jutottak, és csak november közepén vonultak ki Budapestről a Tisza vonaláig.
Horthy Miklós, a későbbi kormányzó, a nagyhatalmak beleegyezésével a románok fegyveres ellenállása nélkül november 16-án vonult be társaival Budapestre. A 133 napig tartó diktatúra vezetőivel szemben a legszigorúbb módon jártak el. Tiszti különítmények alakultak, amelyek statáriális eljárásban véres akciókat hajtottak végre mindenkivel szemben, akinek szerintük köze lehetett a tanácsköztársasághoz. Volt egy olyan fajta érzése a tiszti különítményeknek, hogy tulajdonképpen az, hogy Horthy felkerülhetett arra a polcra, ahova fölkerült, abban nekik komoly szerepük van, és hát ezért, hát hogy úgy mondjam, valamiféle ilyen előjogokat szerettek volna maguknak, illetve hát olyan védettnek és támadhatatlannak és érthetetlennek érezték magukat. Két olyan eset volt, amikor a tiszti különítményesek az egyik kávéház teraszán kiszúrtak embereket, hogy olyan zsidós kinézetük van. Ez ilyen ránézésre, tehát ennek semmi háttere nem volt, egyszerűen azt mondták, hogy olyan zsidós a külsejük, és emiatt hát úgy gondolták, hogy őket emiatt megverik, mert hát nyilván kommunisták. És ezekből önmagában is eset lett, illetve az egyik alkalommal egy rendőrtiszt megpróbált közbelépni, hogy megakadályozza ezt, mert hát azért mégsem egy, hogy nyilvánosan utcán fényes nappal csak úgy megverünk embereket, és ezt a rendőrtisztet lelőtték a kialakult dulakodásba. Tehát kvázi a tiszti különítményesek felléptek a hivatalos állami szerv rendőrség ellenében, és hát ez volt az egyik olyan momentum, amikor a tiszti különítmények elkezdtek leáldozni, és elkezdett velük szemben a hatalom is fellépni. Bírósági eljárások során 100 halálos ítéletet hoztak. 74 esetben ki is végezték az elítéltet. A Csernit, a Lenin fiúknak a nagy részét kivégezték még 1919-ben, decemberében. Per után elítélték őket, kivégezték. Na most a tanácsköztársaság vezetőit ugye bíróság elé állították, ugye az ominózus népbiztosok pere, ami egy nagyon bonyolult és összetett jogi vitákra adott alkalmat már akkor is, és aztán őket ugye ezzel az ominózus fogolycsere egyezménnyel ugye megengedték, hogy a Szovjetunióba távozzanak. Moszkva magyar hadifoglyokat adott át a Magyarországon tartózkodó szovjet hadifoglyokért, valamint a tanácsköztársaság bebörtönzött vezetőiért. A proletár diktatúra vezetői közül többen, köztük Kumbéla és Garbai Sándor közvetlenül a bukás után külföldre szöktek. Volt, aki keleten, volt, aki nyugaton telepedett le. Az emlegetett Garbai Sándorra, ha visszagondolunk, hát ő ugye nyitott Bécsben egy vendéglőt, amivel az volt a probléma, hogy egy valami ez nem értett sok minden más mellett a vendéglátáshoz, tehát ez a vendéglő ez nagyon hamar csődbe ment, és hát ugye a helyi magyarokra próbálta ráadásul az ipart építeni, ami hát megint nem biztos egy jó döntés volt, és aztán ő teljesen elszegényedve Párizsba telepedett le, és ott is halt meg. És amikor ő például vissza akart térni a háború után, második világháború után Magyarországra, akkor nem nagyon támogatta senki, hogy ő visszajöjjön. Tehát nem volt annyira pozitív az ő emléke. Kumbéla ott van, ahol a pártnak, a nemzetközi munkásforgalomnak szüksége van rá. Viszi a vonat a világ színjein, hajó Európa folyóin és tengerein, pedig minden rendőrségen ott a köröző lapja. Kumbéla veszélyes kommunista. Igen, az internacionalista harcos valóban veszedelmes minden ország burzsóáira. Na most a szovjetunióbeli lét az hát finoman fogalma vegyesen sikerült, ugyanis bár eleinte valóban többen kerültek kisebb-nagyobb vezető pozíciókba a gazdasági életterületén, a Kominformnál, tehát a párton belül mozogtak, de nagyon sokan, ugye pont 38-39-ben, amikor a sztálini nagy tisztogatások folytak, akkor áldozatul estek ennek, mondjuk Kumbéla erre a legismertebb példa. Kumbélát kivégezték. Emlékét se a Horthy korszakban, de ami érdekesebb, a II. Világháború utáni Rákosi korszakban sem ápolták. Rehabilitálása csak 1958-ban történt meg. Utána jelentek meg visszaemlékezései, utána lehetett csak beszélni róla. Utoljára akkor beszéltem Kumbélával, amikor 1936-ban Spanyolországba indultam. Akkor ezekkel a szavakkal búcsúzott tőlem. Csak olyan bátran cselekedj, mint 1917-ben és az azt követő forradalmi években. Viszontlátásra a szabad szocialista Magyarország. Ezt a kívánságát nem érhette meg,
mert áldozatul esett a személyi kultusz terrorjára. A tanácsköztársaság utáni évtizedekben a 133 nap eseményeinek feldolgozása csak felnagyításokkal és elhallgatásokkal történhetett meg. A Rákosi és a Kádár rendszer csak a jóra, a Horthy korszakban csak a rosszra emlékeztettek. Vári Albert, aki főügyészként képviselte a vádat a jelentősebb kommunista vezetők ellen indított perekben, 1921-ben adta ki a Vörös Uralom áldozatai Magyarországon című művét, amelyben felsorolta az 590 áldozat nevét és nyilvánosságra hozta a forradalmi kormányzó tanács tagjainak és népbiztosainak listáját. A Horthy kor számára sem a tanácsköztársaság maga volt a fontos, hanem tehát a tanácsköztársaság annak a bizonyítéka volt, hogy lám, hova vezet a forradalom. Tehát igazából itt azt lehetett megfogni, hogy abban a pillanatban, hogy letérünk egyfajta ugye általuk, vagy a Horthy kormányzatot támogató konzervatív, bizonyos ember reakciós középosztályi kultúra nyomvonaláról, ez lesz a végén, belőle akasztanak majd ugye a kommunisták. Na most ez a logika persze megvan a másik oldalon is, ez egyébként végig megfigyeltő majd a kommunista korszakban is, ahol meg ugye az az érv, hogy ha nem minket támogattok, tehát ugye nem a radikális kommunistákat, akkor majd jön az ellenforradalom meg a fehér terror. Az 1945 utáni fordulat változtatott a közös emlékezeten is. A tanácsköztársaság a magyarországi kommunista történetírás egyik legfontosabb fejezete lett. A proletár diktatúra első számú vezetőjének, Rákosi Mátyást kiáltották ki. Igazából egyfajta ilyen beteljesületlen, csökött formájú előképként beszélnek 19-ről, ami valamit azért elkezdett, de igazán most itt Rákosi elvtárs vezetésével tudjuk ezt megcsinálni. Előkerültek azok a filmhíradó részletek, amiken jól felismerhetően látszott a tömegben vagy a katonák mellett. Persze ilyen képsorból nem volt sok, szükség volt az utóforgatásra. Indulás, második fogatot vonatoztam! Az 50-es évek egyik legtehetségesebb színésze, Sós Imre játszotta el a bölcsvezetőt 1919-ben. Legalább kis terenyeig vissza kell vonulnunk. Feltétlenül. A vezérkari tisztem kérem. Itt nincs visszavonulás. Rákosi 1919-ben kereskedelmi népbiztos helyettes, majd a Vörös Őrség parancsnoka volt. A bukás után megfordult Nyugat-Európában, és persze a Szovjetunióban. A 20-as években aztán hazajött, és részt vett az illegális kommunista párt szervezésében. Elfogták, börtönbe került, és valószínűleg ezért úszta meg a Szovjetunióban történt tisztogatást. Itt, a Lubi Majornál. 19 történeti emlékét azt igyekeznek elnyomni, és egyfajta nagyon aktualizált, visszavetített képet előállítani. Tehát az igazán nem 19 az érdekes, hanem ami most van, ugye ez a Rákosi féle rendszer, ez egy beteljesülés. 1956 után a tanácsköztársaság történetének feldolgozásánál más célokat jelöltek meg. A Kádár korszak történészei minden eszközt megragadtak, hogy párhuzamot állítsanak a Horthy korszak és az októberi események között. Nem 19 érdekes, tehát nem önmagában érdekes, hanem itt meg a fehér terror lesz az érdekes. Tehát ugye a fehér terrorral veszi kezdetét az ellenforradalom hosszú történelmi folytonossága, illetve az a folytonossága, hogy az ellenforradalom a kommunistákkal harcol, és akkor hol az egyik győz, hol a másik győz. És ennek az utolsó felvonása lenne 56. Tehát ez egy ilyen hosszabb történelmi koncepció, amiben 19 megtalálja a helyét. A tanácsköztársaság bukását követő terrort és 56 kegyetlenségeit a Kádár korszakban készült fehér könyvben, vagyis a Nagy Imre és bűntársai ellenforradalmi összeesküvése című kiadványban képekkel is alátámasztották. Tudatosan szerkesztenek a fénykép mellékletben egymás mellé a köztársaságtéri lincselésekről, illetve a 19-es fehér terrorból fennmaradt fényképeket egymás mellé. Különösebb kommentár nélkül, mint egy önmagában vett bizonyítéként felmutatni, hogy tulajdonképpen ugyanarról van szó. A 60-as évek már a megbékélésről szólt. 1963-ban amnesztiát kapott az 56-os elítéltek többsége, március 21-e pedig a közös és dicsőséges múlt emléknapja lett. Az 50. évforduló alkalmából tartott ünnepségen és szoboravatáson a párt teljes vezetősége megjelent. Őszinte megbecsüléssel köszöntöm
a fél évszázados forradalmi harcok cselekvő részvevőit, a tanácsköztársaság körünkben lévő veterán harcosait. Áldozatos munkájuk, bátor harcuk nem volt hiába való. Átadom a főváros lakosságának Kis István szobrászművész kifejező, megragadó erejű alkotását. Hirdesse ez az emlékmű is a tanácsköztársaság örök emlékét és dicsőségét. 67-ben indulnak meg a forradalmi ifjúsági napok, ami ugye ezt a három tavasz évfordulót fogja keretbe, hogy március 15, március 21 és április 4-e. Ugye van ez a március 15, ami tényleg egy romantikus forradalom, de hát aztán igazán ugye március 21, és hát szerencséjük van, mert ezek követik egymást. Tehát a történeti kronológiát azt meg lehet egy hét alatt nagyon szépen egymás után mutatni. És ugye aztán tanácsköztársaság, ami még nem sikerül, mert elnyomják, na de amikor ugye a felszabadulás van április 4-én, akkor végre beteljesed ez a folyamat. Aztán sok minden megváltozott. Március 15-e a Kádár korszak alakuló ellenzékének lett az ünnepe. Kiderült, hogy Magyarországon a harcok valójában április 13-án fejeződtek be. A március 21-i megemlékezéseknek pedig egyre idősebb és egyre kevesebb résztvevője volt. A rendszerváltás után már senkit nem érdekelt a 133 nap emlékezete. Királyok, herceget rókok! Naplapok és bozsák, rettesedett egyedállat, az elnyomott proletár. De szeretnék Kumbélával beszélni, de még jobban szobájába bemenni, és elmondani, mi fáj nekünk ma, a magyar dolgozó embernek. Dunapatén az emberek leraknak egy mécses, mondjuk június 23-án, 4-én? Sajnos nem sokat. Nem igazán, nem sokan tudnak róla. Kellene? Igen. Ugye minden revolúciónak vannak árnyoldalai hibái. Ezek hibák voltak. Tehát olyan úton indultak el Kumbéláig, amelyen senki nem járt az előtt. A nagymama nem igazán beszélt róla. Egyszerűen sokat sírt. Nem sokat beszélt róla, ez a baj. Magában tartotta? Igen, igen. Lehet, hogy az belerögződött, hogy nem szabad róla beszélni. És erre igazából én már akkor jöttem rá, amikor nem tudtam őt megkérdezni, hogy pontosan mi volt, vagy miért nem beszélt róla konkrétumokat. Egy dicsőséges 133 nap volt, egy szép kísérlet, és erre büszkék vagyunk, annyi év elteltével is. Borzasztó dolognak tartom, és sajnálom, hogy ilyet kellett megélni az embereknek. Elnök úr, nem gondolja, hogy egy kicsit abszurd ez a helyzet? Nem tartom abszurdnak. Tanácsköztársaságot illetően alapkutatásokra van szükség. Pontosan azért, mert most a közelgő 100. évforduló vélhetően lehetőséget biztosít arra, hogy most először ideológiamentesen megpróbáljuk ezt a történetet rendesen megvizsgálni, átkutatni.